Nem kell meglepődnünk, ha kombájnokkal és más mezőgazdasági gépekkel találkozunk a földeken. Javában tart az aratás, a búza betakarítása ugyanakkor a végére ért. A termés átlag már nem fog változni, megyénkben 4,8 tonna lesz hektáronként, ami majdnem megegyezik a tavalyi adattal. Igaz, az Agrárkamara Szabolcsi elnökének elmondása szerint ettől jobban becsültek előzetesen. A repcénél jelenkezik ilyen nagyon mértékű visszaesés, itt 2,5 tonnára esett vissza 3,3-ről, a többi rozs, zab, ezek körülbelül olyanok voltak, mint a 2018-as termések, úgyhogy én azt gondolom, hogy a közepestű valamivel gyengébb kalászos takarítottunk be, mondhatnánk, takarítottunk már be, mert több mint 90% fölött vagyunk a tarlóhántásokkal, ahonnan a szalma le lett takarítva, azok nagyjából a tarlóhántások is megtörténtek. A munkákat nem segítette a gyakran változó időjárás. A megyénkben vártnál szerényebb termés is ennek köszönhető. Az agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár szerint ugyanakkor a gazdák ilyen körülmények között is helytálltak. Én úgy gondolom, hogy ahhoz képest, hogy milyen szélsőséges időjárással indult a, még a tavalyi év vége ősz, illetve a koratavaszi asszály, ami nem nagyon volt példa még eddig, ahhoz képest nagyon jól állnak a szántóföldi kultúráink, utána szerencsénk volt, hogy megfelelő mennyiségű víz érkezett, és azt gondolom, hogy a gazdákat dicséri az, hogy ilyen a klímaváltozás következtében egyre szélsőségesebb időjárás mellett is a hazai gabona szükséglet, sőt, bőven az export szükséglet is megterem Magyarországon. Az államtitkár hozzátette, nem elhanyagolható tény, hogy az agrárium a teljes nemzetgazdasági export egyenlegének több mint felét hozta tavaly. A jelenlegi betakarítási adatok alapján pedig ez idén is sikerülni fog. A minősége legalább nem lesz gond a búzánál. Nem voltak fertőző betegségek, amelyekhez befolyásolhatták volna. Így a betakarított termés kiváló kenyér alapnak szolgál.